Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Dakklub nevében, Nagy Vince, grafikus és festőművész születésének 80. évfordulójára rendezett emlékkiállítására. Tisztelettel felkérem dr. Rácz István professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia Dakklub elnökét, szíveskedjen köszöntőjének tartani. Nagy Vince ott született Kágorjánban, és aztán a későbbiekben is nagyon fontos szerepet játszott ez a művészi pályáján. Ha én végignézem ezt a kiállítást, amelyben már nyilván sokan gyönyörködtek a megnyitó előtt, akkor az a benyomásom, hogy olyan embernek, olyan művésznek a képeit láthatjuk, aki mindenek előtt a saját legszűkebb pátriáját szereti, hiszen a hazaszeretetünk érzelmileg általában abból táplálkozik, hogy a legszűkebb környezetünket szeretjük, érzelmileg kötődünk hozzá. Ugye nem véletlen, hogy láthatóan itt Henzidán készült képek, a kistályban készült képek, de aztán tágul a szemhatár, hiszen vannak itt debreceni képek is, vannak itt a Dél-Alföldön festett képek, sőt, aztán eljutunk a Dunántúlra, és még tovább eljutunk egészen Velencéig. Még nem töltötte be a 12 évet Vince, és ma már ezt a mi korosztályunkat, követő korosztály talán el sem viszi, vagy el sem tudja képzelni, hogy valaki szükségből otthagyja a 3., 4. osztályosként az iskolát, mert Vincének az édesapja meghalt, és ő, mint a legidősebb férfi, 11 éves férfi, hogy eltartsa a családot, hogy művelje a kis földecskét, ezért az iskolai tanulmányaiból lemond. És keresi a helyét a világban. Szinte egész életében, azt mondom, egész életében kereste a helyét a világban, és hiába találta meg, és hiába találkozott önmagával, akkor sem hitte el, hogy ez sikerült neki. Nem hitte el, hogy sikerült az, hogy munka mellett elvégezte a 8 általános. Nem hitte, hogy sikerülni fog, hogy majd a dolgozó kesti gimnáziumában érettségi szerez, hogy utána fotoriporteri képesítés, vagy akár még dekoratív képesítést is szerezhessen. Vince egész életében küzdött. És ez a küzdés nem csak önmagáért szólt, és nem csak a művészetéért szólt, a családért szólt, és azért, hogy tudja bizonyítani. És ezt annyian megfogalmazták már a küzdést. Viszont azt gondolom, hogy még mindig érdemes egy újabb bőrt lehúzni erről a gondolatról, és hallgassuk meg Keresztúri Mária versét, amely azt gondolom, hogy egy picit rávilágít erre. Évelő élet. Valami nagyot akartam, valami belőlem áradott, hogy így emlékezzenek rám. Akár a vén diófa, mely holtában ágyat vett, s talán az úr asztalát. Magvakat, s a magvakból csirát, melyben az én vérem csorog, ha megsebzi magát. Egy dalt, ha szomorú a világ, fütyülje a szél a szép melódiát. Valamit akartam adni magamból, hogy egyek legyünk. Vérszerződést, egy hibátlan karikát. Láncszem akartam lenni, hogy összekapcsoljam az életet s a halált. S a haláltól új csirát akartam, hogy elmondjam, mindig van tovább. Van tovább. Van tovább. És akkor, amikor Vincét szétfeszíti az a belső késztetés, amit egyszerűen csak nevezünk művészetnek, akkor ébred rá, hogy kevés a grafikus. Több kell. Előjön belőle a festő, és előjön a fotós, és előjön a költő, és előjön az író, és előjön a néptáncos.
mindig valamilyen más módon próbálja kifejezni magát, és keresi a lehetőségét annak, hogy meg tudja önmagát mutatni. Valóban igaz, és azt mondom, hogy a festő jó részére elmondható, hogy a tájképek azok, amelyek elsőként megfogják a festőt, ezért van itt valóban nagyon sok tájkép, és ezért látjuk Vincének is azt a kis világát, amit ő igazából szeretett, ezért látjuk a mátrai tájakat, ugye a gép mátrai tájait, vagy a Mátra Szent Imrei kép. Aztán ugye megjelenik majd a balatoni halászkonyhó, és később egy picit rátérve megjelennek a szegedi képek is. Amikor majd megalapítja 1997-ben a Gábor Jáni alkotótábort, amely rövididőben ő nemzetközi alkotótáborként működik majd azt követően 10 évig, akkor Nagy Vince ott ismeri meg azokat a művészeket, akiket meg kell hívni. Akkor egy nagy összefogásnak az eredménye volt, hiszen az akkori polgármester Majos Gyula, illetve a címzetes környező ügyvéd József teljes válszélességgel állt mögé, és 10 év után, amikor ez az egész megszűnt, akkor Vince nagy örömmel konstatálta, hogy még 1995-ben közel 60 különböző technikával készült képet odaadhatott a szülőfalujának, és ezzel hírnevet szerzett a Kis Gábor Ján nevű községnek. És ez a csillag vajon még a Nagy Vince csillaga. És azt hiszem, hogy talán eljutottunk odáig, hogy Nagy Vince már tudja, hogy még az ő csillaga, hiszen ő sokkal közelebb van hozzá, mint ahol mi lehetünk. És befejezésül azt szeretném elmondani, hogy Nagy Vince, mint látjuk és hallottuk, egy természet kedvelő és nagyon termékeny művész volt. Akiknek alkotásaiban lélek és érzelem, melegség, finomság és érzékenység lakozik. Ezért egyedi és ezért utánozhatatlan. Nem elgondolkodtatnak a munkái, hanem magában ragad, magában vonza a tekintetet. Én kívánom önöknek, hogy vonzza magába a tekintetet Nagy Vince mindenképpen, álmodjunk tovább együtt Nagy Vincével, és szeressük ápoljuk őt, és higgyünk abban, hogy Nagy Vince nem hiába jött és alkott nekünk. Légy boldog, Vince! Köszönöm a figyelmüket! Hát bátyámból annyit tudok mondani, hogy nem csak a bátyám volt, hanem az apám helyett. Mert én még 3 évesen voltam, amikor apa meghalt. Vince lett a család fenntartó, és egyben majdnem az apám is, nevelő apám. Gábor Jánot nagyon szeretjük, és ő is nagyon szerette, neki a világ közepe volt. Mindig szeretett oda menni, és egyáltalán azt mondta, hogy Debrecenben vissza se jönne. Hát az utolsó 18 hónapja nagyon nehéz volt. Mellette voltam, gyakran, tényleg. Nem, hogy mondjam, félt meghalni. Azt mondta, hogy nem akarok meghalni, én nekem még sok dolgom van. Sajnos tudta, hogy ebből nem lehet megmenekülni. Megmondta, hogy ez egybe marad. Ő nem kereskedő festő volt, hanem azért alkotott, hogy majd az utókor lássa, milyen volt a világ, a letűnt világ. Úgyhogy én tényleg ezt pártfogással elvettem, mert mondtam, hogy ki csinálja. Hát te, én vagyok a te. Egy a piromben barna voltam, és ezt vállaltam. Úgyhogy hát itt van. Köszönöm szépen Zsuzsának, a Lapszépháznak, hogy ezt a lehetőséget adta.